Értelemszerűen mindenki akar nyerni, mindenki szeretne nyerni, ez természetes. Én is edzőként nagyon szomorú voltam, amikor vereséget szenvedett bármelyik csapatom, és nagyon boldog voltam, ha nyertünk, és adott esetben mondjuk érmet tudtunk szerezni. Csak az a lényeg, hogy ne ragadjunk ki bizonyos életkorban. Egy serdülő edző tudja, hogy abban az életkorban mik azok a lényeges dolgok, amiket feltétlenül meg kell tanítani, hogy úgy adjuk át az ifi edzőnek, vagy adott esetben, hogyha ez az edző végigviszi, akkor tudja nagyon jól, hogy mik azok a fázisok. Tehát a koncepció, az egységes látásmód, az egységes elképzelés a nevelésről ebben fog majd jelentkezni. Új rendszert próbálnak létrehozni országos szinten, viszont a különböző régiókban különböző problémák vannak. Hogyan sikerül ezt egységesíteni? Mi abból indulunk, hogy az egyetemes magyar kézilabdázásnak most per pillanat mik azok a sarkalatos pontjai, amin feltétlenül változnak. Az egyik legfontosabb és leglényegesebb dolog az, hogy a képzésünk egységes legyen, ami annyit jelent, hogy teljesen mindegy, hogy ez egy kis település, vagy egy nagy hagyománnyal bíró klub. Mindenhol a képzés az ugyanolyan szisztéma szerint, ugyanolyan felépítettséggel, és ugyanolyan odaadással történjen. Teljesen egy. Egységessé válik a dolog, akkor a kommunikáció is megváltozik, edző-edző, klub-klub és régió. Azt tudok is csak a szülőkben, illetve az nevelő edzőkben, hogy a versenyzés egy nagyon jó eszköz, hogy a gyerek fejlődjön, de valószínűleg nem a versenyeken fog fejlődni, hanem a képzés által. Tehát nekik az edzéseken kell egy bizonyos szintre eljutni, és az nagyon lényeges, hogy ne az legyen a fő szempont, hogy állandóan verseny, 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 hanem ha kevesebb időt is tölt el adott esetben mondjuk a gyerek egy versenynapon, de a képzések által ő fejlődik. A tematika attól jó, és attól lesz egymásra épített, és véleményem szerint forgatható és gyakorlatias, hogy amilyen képzettségi szinten áll a gyerek, teljesen mindegy, hogy milyen életkorban van, attól a képzettségi szinttől kell a tematikát tanítani neki. Ehhez kell szándék, hogy ők ebbe változtatni tudjanak, hogy nem az a cél, hogy meccseket nyerjünk, nem az a végső cél, hogy bajnokok legyünk, hanem az a végső cél, hogy neveljünk sportolókat, neveljünk jó kézilabdázókat, és a válogatottjainkban akár korosztályos, akár felnőtt válogatott jó képzett játékosaink legyenek. Tehát azt gondolom, hogy ez a cél, és ebbe kell, hogy úgy mondjam, idő, amíg ezt a fajta gondolkodásmódot megváltoztatják saját magukban.